Na sziasztok srácok, én is vagyok, köszöntök mindenkit a csatornán, üdv a legújabb videóban, és ez pedig a Clash Royale negyedik része, negyedik, igen. Feljutottunk Arena 2-be, úgyhogy van új deckünk, illetve lesz új deckünk remélhetőleg, most már azért benn van a Balloon, meg a Minions, a Tombstone, stb. Úgyhogy most már kicsit majd tudunk komolyabban játszani, meg azért komolyabb ellenfelek is lesznek valójában, legalábbis remélhetőleg. Bár annyira nem biztos, hogy remélhetőleg, mert hogyha komolyabbak vannak, akkor lehet, hogy hosszabb idő lesz felmenni. Na mindegy, majd meglátjuk. A lényeg az, hogy kezdünk egy Crown Chest-tel, és akkor utána megnézzük, hogy tudunk-e valamit változtatni itt a deckünkön, bár szerintem még baromira nem fogunk tudni. A lényeg az, hogy most ezeket kibontogatjuk. Ó, 27 Knight. Witch. A Witch-et viszont be kell tennem, mert a balonra már vigyázni kéne. Tehát azzal... Azt nem tudom, mivel majd leszedni. Úgyhogy az problémás lesz az elején, úgyhogy szerintem mit kellene csinálni. Betesszük a Witch-et. Vagy ne. De ott van a muskétársam, ott van a Baby Dragonom is. Viszont be tudnék tenni egy level 2-es Witch-et. Nézzük meg. Nézzük meg, mi történik, hogyha beteszem én ezt a level 2-es Witch-et mondjuk a... Ó, level 3-as vagyok. Dánkesőn. Mondjuk a muskétás helyére. Uha. A Clash Royale alkalmazást leállt. Ez érdekes volt. De mindegy. Induljunk neki. Gyorsan még ránézek. Na, meg ki akarom cserélni a Witch-et mindenképp. Most azért megint drágítunk egy kicsit a decken, de mi mindig 3,8, ez még azért beleférős. Van esetleg valami, amit tudok fejleszteni? Pekka. Az vagy az is drága. 4. Fireball. Jól. Minions. Na, a Minions. Tegyük be a Minions-t. Drágítsuk még egy kicsit a deckünket. Nem, jó lesz ez így. Jól, megnézzük így, kipróbáljuk, hogy így milyen. Induljunk is el, van egy questünk, ki tudunk nyitni egy ládát. Hurrá! Dánkesőn. Egy goblin, egy bomber. Wow, két archer. Viszont akkor az archereket tudom fejleszteni. De nincs is archer a deckembe, ugye? Nincsen. Jó, oké. Na nézzük, induljunk neki. Arena 2. Wow! Good luck! Neked is. Uha. Na itt azért már... itt már látok némi fantáziát ebbe a... a meccsbe. Oké. Okay. Prince az jó lenne még elég gyorsan a jó. Oké, tök jó. Mehetünk is előre. Hál' Istennek nincsen még balonja. Jó, az megvan. Oké. Hát ez se volt azért olyan túlságosan nehéz. Hál' Istennek. Ez így csak ötök letett két kártyát, aztán rájött, hogy hát ez így nem fog menni. Good game. Ja. Hát well played. Cimbi. Jó meccs volt. Igazából. Hát így bemelegítőnek első játéknak nem volt rossz. Hát ez legalább egy normális srác volt. Nem idegeskedi magát, szarrá játszik, aztán jól. Mostanában egyébként nagyon-nagyon sok, szoktam 2v2-zni a nagy karimon, és bocsánat, rengetegen kilépnek gyerekek. Nem tudom, mi van ebből a 2v2-vel, de olyan szinten gáz az egész, hogy ez nem igaz. Nagyon tré. Kilépdelnek, két kártya a letétele után hogy hagyják a francba az egészet, szóval... nem is értem, komolyan mondom. Oh my god. Na nézzük. Meg leteszünk egy bombert. Oho, az jó lesz. Kemény. Ó, nagyon jó ütembe jött le. Oké, el tudunk indulni a Witch-e. Meg leteszünk goblinokat. De ezt elég jó ütembe csináltuk. Azaz, nyomjad a kis trollokat kifele. Király, nagyon jó. Nagyon király. Hát szerintem, na tudod, ez is. Tehát letett két kártyát, és rájött, hogy az első pushbor már, hogy igen, azért ezt vissza tudom már verni, és egyszerűen nem is próbálkozik nyerni, hanem fogja, azt ott hagyja az egészet, Daniela, mama klámból. Hát, most erre mit mondjak? Freevinek. Pedig azért lehetne nehezebb is, vagy egy kis ellenállás, vagy valami, mert hát, tehát most azt, hogy letesz két kártyát, jó, nem megy és föladom, hát most... én is játszottam sokkal erősebbek ellen, de mégse adtam föl. Nem jó az a hozzáállás. Na, megpróbáljuk megint ezt a Baby Dragon Prince kombót.
Ez nem rossz. Ez nem volt rossz. Igye pályák a turetet. Ez elég OP. Hát jó. Jó, hát egy Witcher-es countereljük is. De nézd meg, eset ezt semmit igazából. Le tudsz még tenni? Na, most letett egyet. Azt nem tudja, nem tudod, hogy nem lehet tenni kártyákat végig, vagy le lehet tenni? Nem, beszélni se tudok. Nem áldozom be, nem. Erőködjél egy kicsit, haver. Jó. Oké. Pekka. Ha ez túl, aha, oké, király. Jó. Prince Baby Dragon kéníteni, vagy egy Prince Witchet, az se lenne rossz. Hú, ott megy a fight. Kis skeletonok azért harcolnak egymással. Jó. Na, köpköd lefele. Nagyon jó. Oké. Jön a muskétásra egy fasz a kis counter. Nagyon jó. Hú, azért most ő is leköpte a Baby Dragont. Kíváncsi, hogy ilyen szinten melyik az erősebb. Hát azért a Witch az leküldi. Oh my god. Oké, okay, hát azt meg mi kántereltük most így élből le. Bum! Oké, okay. És akkor menjünk rá a hármazásra. Elég sokat hármazunk, hál' Istennek. Jó, mondjuk... szép lenne, ha itt nem, egyébként. Na, ez a win is megvan. 485 kupás volt a srác. No, klán, Márkó. Nekem is, ha többen kérdeztétek a videóban egyébként, de szeretnék-e klánt csinálni, ennek is lesz klán, meg fogom csinálni, srácok, és ide is be tudtok majd jönni, jó? De ide inkább ilyen kezdő emberkéket fogok szerintem bevenni, vagy ilyen alacsony kupásokat. A másik az megmaradt, tehát 2600 kupa alattiakat, és akkor a nagy Karimhoz veszem ugye a 2600 fölöttieket. Aha, na még jó, hogy... Oké, okay. Ebből szerintem meg is lesz a... Uha. Jó, nem. De ebből meg lesz a torony, vagy a... De, aha, meg lesz a turret. Meg lesz, jó. Oké. Okay. Elég izompus volt. Az baj, nekik még azért is nehezebb, mert ugye a decket is nem igazán tudják úgy alakítani, hogy az kell. Vagy igazából a legjobbat kihozni. Én is tudom még a legjobbat kihozni a kártyáimból, de azért ennél többet. Uha, az probléma, kell nekünk egy erósz. Elég jól bírja egyébként, a minionok nem sebeznek olyan sokat. Bum, de jó ütem volt. Nagyon király. Azt hagyom. Azt hittem hirtelen beklónozta, úgy szét álltak. Yeah. Goblinok, na go. Hát igen, itt még azért nincsenek olyan erős kártyák. Te, ez csúlya volt. Ez csúlya volt. Már amikor letette a Volkült, már akkor tudtam, hogy ez nem lesz jó. Pont egyszerre tettük le. Oké. Egyelőre viszont ügyes, tehát... lehet ezt így is. Ha most le fogja tenni a Volkürt, jaj, le is tette. Úgyhogy letolom a pénzt, és akkor betoljuk neki. Oké. Okay. Na nézzük erre, mit lépsz. Hát nem sokat. Mert hogy el lett egy kicsit ez cseszve. Oké. Okay. Na egy Giantet indítsunk el, aztán viszlát. 26 szekünk van lehármazni, jó lenne lehármazni. Két Baby Dragon meg egy Prince az csak lefogja. Jaj, ne fogja. Plusz még ráküldünk egy Skeleton Arvit is, csak hogy tuti legyen a buli. Oké, okay. Jó, megvan.
Boomerose. Oké, okay, király. Na, hát csak leárvasztuk a végére. 497 kupája volt. Nagyon király. Mennyink van most? 534-ünk már, gyerekek. 534-nél vagyunk. Nem is tudom, mikor van Aréna 3. 600-nál, 800-nál, vagy hogy van az? Mindjárt majd meg kéne nézni. Indítok megint egy... Prince Baby Dragon. Ez nekem tetszik. Tetszik ez a push. Ó, hát az... Ezt ajánlom mindenkinek, ezt a kezdést így instant egyébként. Eléggé alacsony a reakció idejük, hál' Istennek, és így... Mire kinyomtam addigra már, mire letezik az első kártya, egy gyakorlatilag addigra már majdnem az egész toronyba van dőlve. Oké. Okay. Ugyanezt megcsináljuk majd még egyszer. Csak indítunk egy giantet. Szépen fölépítjük a pusht. Aki esetleg újjanak, mondanám, hogy nyilván ennek valamilyen szinten az lenne a lényege, hogy minél jobban tartalékoljál az elixíreddel, és minél jobb pusht tudjál fölépíteni. Csak ahhoz, hogy föl tudjál építeni egy pusht, célszerű mindig előről küldeni egy tankot, vagy előre küldeni egy tankot. A tank az, aki a damage-eknek a nagy részét ugye felveszi. Most is ezt csináljuk, előre küldtük a giantünket, és megpróbálunk fölmenni, és minél többet sebezni a toronyba, sikerül is. Ugye a tankot megölték, de mire a tankot megölik, addig én is megölöm azokat, akik éppen sebzik, és így gyakorlatilag teljesen könnyedén, az mondjuk csúnya volt, jó van, még jó, hogy átfordult oda. Le tudjuk ölni gyakorlatilag az összes kártyáját, vagy hősét, vagy nem is tudom minek mondjuk ezt. Viszont, mondjuk van még egy percem hármazni, fölépítünk még egy pusht, egy giantes pusht, és megpróbáljuk lehármazni őt is. Itt van most ugye a kétszeres elixírnél, sokkal egyszerűbb a pusht is fölépíteni. Általában itt szoktak az ilyen durva deckek beindulni, tehát az ilyen pekka meg ilyenek, amik ugye elég sokba kerülnek. Én is pekkázom egyébként a nagy karakterrel. Lehet, hogy nem is kell oda az a nagy push egyébként. Tudom, minek előtetem ezt a nagy pusht. Na mindegy. Úgyhogy... figyelj, nem szórakozunk oda, beállítjuk, aztán jól. Hagyd menjen. Na, két ütés volt. Na, srácok, remélem, hogy sikerült valami újat is mondanom esetleg az újaknak. Hát a régieknek, vagy az öreg rókáknak, vagy az ügyeseknek, meg hát nyilván nem. Ott igazából az lenne a lényeg, hogy minél gyorsabban fölmenjünk egy viszonylag nagy kupaszámra. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet, srácok. Ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára, dobjatok egy lájkot a YouTube és Facebookra. Ha még nem töltöttétek le a Clash Royale-t, töltsétek le, mert egy nagyon-nagyon jó játék. Van Instagram is, kukac YouTube-ben, úgyhogy minden van ott van a videónak a leírásában. Én pedig köszönöm szépen a figyelmet, ne felejts el dobni egy lájkot, és hát találkozunk egy live-ban, vagy egy következő videóban hamarosan. Én Jusu voltam, sziasztok!